Szakmai egyeztetésen vettek részt az infektológiai szakemberek a Józsa András Oktatókórházban. Egy 1,2 millió euró értékű pályázatnak köszönhetően szakmai találkozókat szerveztek az elmúlt 2 évben. Emellett jelentős eszközbeszerzés is zajlott a határ mindkét oldalán. A Fehérgyarmati Egészségügyi Intézményben például egy vízlágyítót szereztek be. Nyíregyházán pedig a mikrobiológiai laborba egy tömegspektrográf került beszerzésre, ami igazából a levett táptalajoknak a kitenyésztésére alkalmas. Ezt az eljárást nyilván mi alkalmaztuk, csak manuálisan. Az azt jelentette, hogy közel 1 hét kellett ahhoz, hogy bármilyen baktérium kimutatható legyen. Most viszont ezzel a tömegspektrográffal elértük azt, hogy 1-2 napon belül izolálható az a baktérium, ami későbbiekben a célzott kezelést befolyásolja és megkönnyíti. Az egyeztetésen az Ungvári megyei infektológiai kórház, valamint a Munkácsi gyermekkórház vezetősége vett részt. A megyei gyermekkórházban pályázatból teljesen megújult az infektológiai osztályunk, úgy szintén egy PCR labor eszközt vásároltunk, megújult úgy szintén a víztisztító rendszerünk, mivel hogy tudjuk, hogy azokat a szennyvízt, ami az infektológiai osztályból megy ki, ezeket külön kell tisztítani, és úgy szintén megvásárlásra került több laboratóriumi eszköz a mikrobiológiai laborunkban. A megyei infektológiai kórház viszont ők teljesen építkezésre használták fel az összeget. Ők egy új bakteriológiai laboratóriumot építenek. A projektet ugyan még a pandémiás időszak előtt írták meg és kezdték el a kórházak, de az elmúlt időszakban bebizonyosodott, mennyire szükség van az ilyen típusú határon átnyúló együttműködésekre. Emiatt a folytatást is elindították a TBC Nem ismer határokat címmel. A tüdőszűrő állomásra vásárolunk, itt a megyei tüdőszűrő állomásra egy mellkasfelvételi gépet, meg valamint egy átvilágító berendezést, és plusz még egy kombinált gépet, ami átvilágító és felvételőző, az pedig ide a megyei kórháznak a gyerekosztályára. Összegébe tekintve ez a beruházás részünkről egy 240 millió forint értéket tesz ki. Az ukrán partnerek elmondták, bár most először dolgoztak együtt a nyíregyházi orvosokkal és a projekt csapattal, de annyira jól tudtak együttműködni, hogy várják a jövőbeli munkát is.